Szakirányú előadások, a diák életbe való bepillantás lehetősége és egy tucat vállalat ajánlata. Ez várta a leendő hallgatókat hétfőn az Óbudai Egyetemen. Sokan az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő duális képzésben képzelik el a jövőjüket. Gépészmérnökök arra érdeklődtem igazából első körben. Azon kívül még az Óbudai Egyetemhez kapcsolódó duális képzés érdekelt engem, hogy milyen lehetőségeim vannak, hogyan jutok ide, oda, milyen fizetésem lesz, hogy szorgalmi időszakban hogyan néz ki, stb. Vonzónak tűnik. Ugye tud az ember koncentrálni arra, hogy mit tanul, de ugyanakkor tapasztalatba is látja, és nekem az lenne a fő vágyam, hogy oda bekerüljek. Az egyetem üzleti partnerei is megjelentek a nyílt napon. A duális képzés lehetősége nem csak a diákok, hanem a munkáltatók körében is népszerű. Van olyan végzős diákunk, aki azóta saját kollégaként a kutatásfejlesztési csapatunkban dolgozik, illetve az Óbudai Egyetemmel való kapcsolat már a duális képzés előttre is jóval visszanyúlik, hiszen a felsőfokú szakmai gyakorlat, mint az egyetemi program része ezelőtt is jelen volt, mind a cég, mind az egyetem életében. Jelenleg 4 felsőfokú gyakorlatos duális képzésben résztvevő diákunk van, és körülbelül ez az a szám, amit mi továbbra is tervezünk, és az előző mennyi gyakorlata is azt mutatja, hogy ez az a vállalható szám, amivel mi dolgozni tudunk együtt az egyetemmel. A felsőfokú duális képzés keretében várjuk elsősorban a hallgatókat, gépészmérnök és villamosmérnöki területeken, illetve felsőfokú szakmai gyakorlati lehetőséget kínálunk a diákoknak. Most már jó néhány évvel ezelőttre nyúlik vissza a kapcsolat az Óbudai Egyetem Alba Régi Akarával. Schneider Electric francia tulajdonú cég, Kunszentmiklóson, ez Dunajvárossal szemben van, innen egy 60-80 kilométerre, de várjuk ugye a regionális, a régióból érkező diákokat is. Várjuk őket a duális képzés keretében is, és gyakorlati képzés keretében is. Ugye a duális az már ugye az első időszaktól kezdve várjuk őket, heti 1-2 napra. Akik ebben nem vettek részt, őket pedig várjuk már a gyakorlat során is, ami az utolsó időszak 1-2 hónapjában jellemző. Amit tudunk nekik biztosítani villamosmérnököknek, illetve gépészmérnököknek heti 1-2 napban, nagyon jó bérezéssel, kafetériával, továbbképzési lehetőséggel, nagyon komoly karrier lehetőséggel, nem csak magyarországi, hanem külföldi karrier lehetőséget is tudunk nekik biztosítani, illetve továbbképzéseket. Egyes cégeket maguk a duális képzésben tanuló és dolgozó diákok képviseltek. Meg is kérdeztük, miként látják diákként ezt a képzési formát, és hogyan működik a mindennapokban. Ugye nekünk hétfőtől csütörtökig kell járni az iskolába, az Óbudai Egyetemre járunk egyébként, és péntekenként járunk a céghez dolgozni. Én egyébként quality menedzseri pozícióban vagyok, és hát szerintem nagyon jó képzés a duális képzés, mivel ugye sokat tanulhatunk belőle. Hát igazából nagyon sokat segítenek nekünk a vállalatnál. Bárkitől bármilyen segítséget kérhetünk, ami az egyetemen nem megy, azt ott nagyon könnyű így megtanulni. Ezen kívül hát ugye egy szakmai tapasztalatot is sokkal könnyebben szerzünk. Nagyon sok duális hallgatónk van. Most is több mint 100-an jelentkeztek az előző fél évben. Úgyhogy ott is külön egy hallgatói élet alakult ki, szoktak szervezni ilyen kis eseményeket. Most is voltunk Úrhidán talán, igen, egy csapatépítő programon, ahova csak a duális hallgatókat hívták meg. A diák évek alatt nem csak az egyetem partner cégeinél szerezhetnek gyakorlatot a hallgatók. Az évről évre egyre sikeresebben működő Erasmus program keretében a diákoknak akár arra is lehetőségük adódik, hogy külföldi egyetemen gyűjtsenek nemzetközi tapasztalatot. A programot Udvardi Péter egyetemi docens mutatta be a leendő hallgatóknak. Az Erasmus program keretében minden hallgatónak 12 hónap áll rendelkezésére arra, hogy tanulmányútra vagy pedig szakmai gyakorlatra menjen el külföldre. A 12 hónap akár megosztható, tehát lehetséges több darabban is elvégezni. Nagyon sok képzési helyünk van, a képzési helyek közül párat szeretnék megemlíteni. Németország, Spanyolország, Ausztria, Ciprus, Görögország, Málta, illetve szakmai gyakorlatra többen például Erdélyben szoktak részt venni. A szakmai gyakorlat, illetve a
tanulmányút során a hallgatók egyrészt tapasztalatokat szereznek, másrészt az ott szerzett tudásukat az egyetem beszámítja hivatalosan a kredit beszámítás rendszerében, tehát nem vesztenek el ezzel fél évet. Nagyon jó visszajelzéseket kapunk az egyetem a hallgatók részéről. Van egy felület, ahova a hallgatók feltölthetik a saját személyes tapasztalataikat. Ez elvárás is felőlük. Nem azt kérjük tőlük, hogy steril véleményeket adjanak, hanem saját, amit ők maguk tapasztaltak, az a tapasztalat jöjjön vissza a leírásaikban. Ezáltal tudják a többieket is segíteni, hogy érdemes arra a képzőhelyre menni, vagy nem. De általánosságban azt lehet mondani, hogy nagyon jól érzik magukat a hallgatók. Tanulmányi útra egy kicsit nehezebb rábírni, hogy elmenjenek, szakmai gyakorlatra inkább, mivel az egyébként is el kell végezniük, és szakmai gyakorlatot, például amiről külön jó tapasztalattal tudnék beszélni, hogy Erdélyben több gyakorlati képzőhely van, ahol ráadásul magyar nyelven végezhetik a szakmai gyakorlatokat. A program keretében a fehérvári kampusz is fogad külföldi hallgatókat. Célunk is a nemzetközi esítés, ennek az lenne a lényege, hogy minél többen jöjjenek az Óbuda Egyetemre, ezen belül mi célunk az, hogy minél többen jöjjenek az Alba Régia Műszaki Karra. Általában egy, kettő, akár három hallgató is van minden fél évben nálunk, különböző országokból. Következő fél évben várható, hogy szakmai gyakorlatra jönnek például Erdélyből magyar nyelven hallgatók. A nyílt napon a szakirányokat is megismerhették a középiskolás diákok. Az előadásokon a hallgatók mutatták be a különféle képzéseket, és meséltek az itt töltött diákévekről. Én úgy látom, hogy nagyon jó a kapcsolata az egyetemnek a cégekkel, tehát nagyon jól tudnak együtt dolgozni a hallgatók, a vezetőség és a cég vezetősége, tehát minden segítséget megadnak a hallgatóknak abból, hogy akár előrehozott vizsgát tegyenek, vagy tudják teljesíteni a tanulmányaikat, és nagyon fontos, hogy nagyon jó gyakorlatorientált képzést tudnak így kapni a hallgatók. Én nekem nagyon jó tapasztalataim vannak a szakkal kapcsolatban. Én azoknak ajánlom ezt a szakot, akik még nem tudják eldönteni, hogy inkább műszaki vagy gazdasági beállítottságúak, mivel ez a szak mind a két tudományterületet felöleli. Specializációk, szakirányok, amik nagyon jók most, a minőségbiztosítás és a vállalati logisztika, amire a legtöbb ipari partner is igényt tart, tehát ez nagyon kelendő mostanában itt a Székesfehérváron, illetve az ország többi részén is nagyon hasznos. Úgyhogy én mindenkinek tudom ajánlani, aki picit is érdeklődik a gazdaság és a műszaki pálya iránt is. Akik nem a duális, hanem az úgynevezett hagyományos egyetemi képzésen belül tanulnak, azok is olyan gyakorlati képzésben részesülnek, amivel a diploma átvétele után azonnal el tudnak helyezkedni. Ami robotok mögöttünk láthatóak, az egy helyi cégtől, a Hennon Systems-től kaptuk őket, tehát konkrétan a gyártósorral érkeztek. A másik két robot esetében az egyik egy oktatási cella, tehát megfelel az ipari keretek között használt robotoknak, de annál kisebbek a méretei. A másik robot pedig ugyancsak egy népszerű robot, az Universal Robotsnak az 5 kg-os E-szériás változata, tehát teljességgel kompatibilis a helyi iparral az itt szerzett tudás. A hallgatók itt négy robot várja, a Fanuc, az Universal Robots, az ABB és a Kuka robotoktól, tulajdonképpen amit itt a helyi ipar is használ, népszerű robotgyártókat, azoknak itt a főbb termékeit meg lehet találni, és a programozásukat meg lehet ismerni. Februártól indul az ipari robotizálási szakirány, ahol a képzésben már a robotoknak is főszerep jut. Az a képzés, ami kifejezetten az ipari robotokkal dolgozik, az az ipari robotizálási szakmérnök szakirányú továbbképzés, és ezen kívül még a nappali képzésből a gépészmérnök képzésben jelenik meg, illetve a mechatronika MSC levelező képzésen jelenik meg, de a többi hallgatóink is találkoznak a robotokkal, csak nem egy teljes tantárgy formájában. Természetesen a hallgatói élet nem csak a tanulásról szól. A közösség teremtésre és a tartalmas kikapcsolódásra is kiemelt figyelmet fordít az egyetem és Fehérvár önkormányzata egyaránt. Nem túlzás azt állítani, hogy a városunkban tanuló diákok többsége második otthonának tekinti Fehérvárt. A hallgatói élet igazából itt Fehérváron több részből áll. Először is az Óbuda Egyetemnek a többi karával való közös együttműködés. Ez azt jelenti, hogy a gólyatábort szervezzük több karral együtt, vannak különböző rendezvények, mint közös gólyabál, tanév, vagyis fél év nyitó, illetve fél év záró buliaink. Ezen kívül még itt a második része az a fehérvári hallgatói tanács. Itt főleg a gólyáknak szoktunk egy fél év elejé gólyatúrát tartani, gólyabál van itt is tartva, illetve megpróbálunk minden hónapban valamilyen rendezvénnyel
így elődrukkolni a hallgatóknak. Én speciál nagyon szeretem ezeket a rendezvényeket, mert a hallgatói tanácson belül nem csak az, hogy az óbudaisokkal találkozunk, hanem mint a Kodolányi és mind a Corvinusnak a hallgatóival. És így igazából a Fehérváron a hallgatók egy második nagy családot képviselnek. Nagyon sok jó rendezvényt is létrehoztunk a hallgatóknak Fehérvár városával, és nagyon jó az együttműködés, az ipari kapcsolatok és a képzés is, ezért én mindenkinek ajánlom. A hallgatói élet nagyon jó szerintem az Óbudai Egyetemen, egyébként a Harmannál is, mint a vállalati ilyen duális élet is nagyon jó. Ugye nagyon sok ember van, tehát duális hallgató van a cégünknél, ott mindenképp összeszokott verődni a csapat. Az egyetemen is nagyon jó a hallgatói élet, több közösségi ilyen bulit szerveznek, ezen felül ugye hát ilyen városi, nem tudom, kis események is szoktak lenni. Az iskola szerencsés helyzetben van. A munkaerőpiacon ugyanis egyre nagyobb igény jelentkezik arra a szaktudásra, amely a fehérvári intézményben sajátítható el. Megnéztem a statisztikát, és a Alberiga műszaki kar által oktatott tárgyokban, tehát gépészmérnök, villamosmérnök, műszaki menedzser, informatikus mérnök, mechatronikus mérnök, ebben a pillanatban 2300 főt keres a versenyszféra. Tehát ez a 2300 hallgató, ha tudnánk adni, abban a pillanatban el tudnánk őket helyezni. Örvendetes módon, amikor a felsőoktatásban általában csökken a hallgatói létszám, alapvetően a műszaki karon immáron évek óta több mint 10%-os növekedést tudunk minden évben magunkénak, és ez nagy öröm. Körülbelül 260 nappal is hallgatunk kezd minden évben, illetve hát a 10%-os növekedést belekalkulálva. Körülbelül ennyien vannak az első éveseink, és most vizsgálatidőszak megkezdés előtt 835 hallgatónkkal jelentem. A dékán büszke arra, hogy egy napra kész és rugalmas képzésbe érkezik az, aki az Óbudai Egyetem Székesfehérvári kampuszára nyer felvételt. Két idegen szót szeretnék megismertetni a leendő hallgatóinkkal, az adaptivitás és a pragmatizmus, amely a kar arcpolitikáját jellemezte ez idáig is. Pragmatizmus azt jelenti, csupa olyan dolgot oktatunk, amire az iparnak szüksége van, ami manapság fontos. Adaptivitás pedig a gyors alkalmazkodó képességet jelent, tehát az ipari elvárásokhoz, a munkaerőpiaci elvárásokhoz történő igen gyors alkalmazkodás. Az előadások után a robotlabort és az ipari elektronikai labort is megismerhették a leendő hallgatók, és egy rövid bemutató után ki is próbálhatták a különleges gépeket.